Május 1-én Pintér Sándor belügyminiszter és a térség országgyűlési képviselője is részt vett a Kovácsvágási Jánosvára hegyi kilátóavatásán. A 283 méteres hegy tetején álló, 20 méteres építményből gyönyörű panoráma nyílik a hegyközre, a meredek terep miatt megközelítése rendkívül nehéz. Azonban hamarosan 1350 lépcsőfokon keresztül tehető meg a hegy lábától a tetejéig vezető út. A Kovácsvágási Jánosvárai kilátó egyedi belügyminisztériumi keretből valósult meg, a lépcsősor építése pedig az előző év is tart munkaprogramos pályázatra épített pályázati támogatásból készül. Közfoglalkoztatottak bevonásával. A programban március 1-től december 31-ig 51 ember dolgozik, épül a lépcső. A védőháztól az első és a legmeredekebb szakasz már elkészült 312 lépcsővel, illetve a korláttal. Terv szerint 1350 darab lépcső fog megvalósulni. A lépcső 1 méter széles, 38 centi a járó része, 50-es akác pallóból. A teljes anyagigénye a lépcsőnek 52 köbméter akác fűrészáró. A meredek hegyoldalon nem könnyű feladat az építkezés. Szinte minden munkafeladatot kézi erővel kell elvégezni. A legnagyobb részét kézzel kell oda közelíteni. A a munkahelyhez, úgyhogy nem olyan egyszerű dolog. Mind a mellett a talaj is eléggé kemény, köves is, tehát egy vastag fúróval elő kell fúrnunk, úgy kell leütnünk a karókat, amik tulajdonképpen ezeket a lépcsőfokokat tartják, és akkor össze vannak csavarozva, és akkor így, így készül fokról fokra, amíg föl nem jutottunk a kilátóik. Hát ez az első szakasz, és még van három szakasz, amit meg kell csinálnunk, és akkor úgy talán a 1300 darab lekerül a földre. A Jánosvárai kilátóhoz vezető lépcső építésének dologi költsége meghaladja a 12 millió forintot, mely tartalmazza a fűrészáru költségeit, illetve az önkormányzat a beruházáshoz szükséges nagy teljesítményű fúrókat és az áramfejlesztéshez szükséges agregátort is vásárolt. Az 51 közfoglalkoztatott munkabére járulékokkal 10 hónapra 47 millió forint fölött van. A településnek ebben a közfoglalkoztatási programban pályázati önrészt is kellett vállalnia, mely 1 millió 4000 forint.